pár embernek a nevét meg tudom őt szólítani. És ez valahol, amikor tényleg oda került a sor, hogy kimentem a templom elé, tényleg tudtam, hogy Mari néni, Józsi bácsi, Ike, Mariska, hogy könnyebb volt újra fölvenni a kapcsolatot vele, könnyebb volt újra elkezdeni a beszélgetést, és meg tudtam valakinek a nevét. Törekszem a mai napig is arra, hogy megpróbáljuk befényezni az embereknek a nevét. Nem mindig sikerül, de valahol az ember törekszik arra, hogy kapcsolatba tudok lépni az emberrel. És a mai napon, amikor a testvéred igényed Jézus Krisztusnak a neved napját ünnepeljük, akkor elgondolkodtuk, hogy miért is fontos ez a név számunkra. Most az év elején, mint egy meghatározásként. Egy történet a következőt meséli el számunkra. Egy vándor egy nagy sivatagba készül útra, és felszerelkezik mindennel, ami szükséges a sivatagon való keresztül gyalogláshoz. Kulacsban víz, élelmiszer, iránytű, sok-sok minden hasznú dolog, és ezt magára is veszi a hátizsákjába, és elindul ezen a hosszú és fáradalmas úton. És ahogy elindul és egyre jobban bekerül a sivatagba, egyszer csak azt látja, hogy ilyen oázis környékére, messzire látszik egy oázis, összeszedi minden erejét, hogy oda el kell jutnia, és azt látja, hogy ebben az oázisban sok-sok ember van, és nem lát mosolygó embert, nem lát olyan embert, aki felhőtlenül tudna beszélgetni egymással, hanem mindenki szomorú, mindenki fogja a fejét, mindenki úgy sikálkozik, egyetlen egy vidám emberrel nem találkozik ez a vándor, és ebben az oázisban, ahogy végigjárja, azt látja, hogy van egy nagy étterem, ahol minden földi jóval meg van rakva ez az étterem, és ezek az emberek, ahelyett, hogy bemennének, ezek az emberek ott ücsörögnek kint és szomorkodnak. És megkérdezi a vándor, hogy mi ennek a szomorúságnak az oka, miért nem mennek be ebbe a nagy étterembe, ahol minden földi jóval megrakott asztalok vannak, és azt mondják ezek az emberek, hogy igen, jó lenne bemenni, de a belépő egy jelszó, és mégpedig egy név. Egy olyan név, amelyet állítólag sokszor hallottunk, amikor még nem a sivatagban éreztünk, és nem a sivatagban laktunk, hanem benne a városokban és a falvakban, de senkinek nem tud eszébe ez a név. És ez a vándor gondolkodik, és próbál segíteni ezeknek az embereknek, próbálja azt mondani, hogy mondják ki Jézusnak a nevét. Először csak halkan mondja, oda megy az emberekhez, és mondjátok utána Jézus nevét. Az emberek nem értik. Aztán egyre hangosabban mondja, a végén a majdnem kiabál és majdnem költ, hogy mondjátok utána Jézus nevét, de mindenki értetlenül áll a vándor előtt. A vándor legyint egyet, és tovább a következő oázisban. Nem tudom rajtok segíteni. Sokszor hallották ezek az emberek Jézusnak a nevét, de valahogy elengedték a fülük mellett. Mert hogy nem volt számukra fontos. És igazából, amikor fontosnak kellene lenni számukra, akkor meg már nem jutott eszükbe. És valahol ez a kárhozat, amikor önmagunkat zárjuk ki a jóból, mert nem tudjuk a jelszót, mert nem tudjuk Jézus nevét, mert nem gyakoroltuk itt ezen a földön Jézus nevét. Hála Istennek bennünket ez a veszély nem fenyeget, hogy nem gyakoroljuk eléggé Jézus nevét, hiszen hétről hétre, amikor összejövünk, az ő nevében jövünk össze. Az ő segítségét kérjük, az ő járását kérjük, hiszen Szent Pál apostol a Filippiekhez jut levelében, hogy ennél a névnél nincsen nagyobb név a Földön, a mi Urunk Jézus Krisztus nevénél. És ezért ünnepeljük különleges módon, vagy külön meg Jézus nevén. Hiszen gondoljunk arra, hogy amikor nekünk van
És a mai napon, amikor Jézusnak a neve napját ünnepeljük, mi is örüljünk. Örüljünk elsősorban egymásnak, hogy újra és újra vasárnapon találkozunk egymással, még ha nem is tudjuk mindenkinek a nevét, mert mindenki mindenkit azért nem ismerhet, de valahol örüljünk egymásnak. Örüljünk annak, hogy Jézus nevében tudtunk összejönni, és örüljünk annak, hogy az ő segítségét és az ő közbenjárását kérhetjük továbbra is az életünkben. És ezt az évet is fogadjuk meg, hogy Jézus nevében kezdjük, és bizakodunk és reménykedünk benne, hogy majd megint év végén, majd amikor érkezik a évvégi számolásnak az ideje, akkor lejárunk úgy, mint azok az emberek ott a sivatagi oázisban, hogy nem teszünk be Jézus nevet. Kérjük mennyi Atyának kegyelmét, és a mai napon Jézus szentséges nevének közbenjárását az életünkben,